mindig nincs kész. Ki kell nyitni a klímát. Szellőztető. Ez est jobb akad mindenben, mindegy. Na. Nagyon jó kis pihenő nap lenne a mai, lehetne pihenni, kamionozni, lődözni, menni jobbra, veszni balra, de én nem. Én megcsinálom a verejót. Ti ugyan nem tudjátok, mert nem vettük föl videóra. De itt hátul most van három majdnem komplett gép. Van legalább három monitor, vannak köztük nagyon jók is. Van olyan is, amihez kell táp. Tehát egy absztrakt példa, de ez például itt egy laptophoz való, hát a köznyelvben töltőnek csúfolt áramellátó, box, mindegy. És ezt be kell dugni az áramba, ez a fele meg megy a laptopba, ami egy nagy kaland. Na, egy ilyen kell ahhoz a monitorhoz is, amit nemrég kaptunk, mert külső tápos. Úgyhogy természetesen a külső tápja nincsen meg. Úgyhogy innentől értéktelenné vált a kijelző. Én azt is el tudom képzelni elég könnyen, hogy hibátlan a készülék, csak nincs meg hozzá. Az előbb találtam valami nagyon szuper kis cuccot. Itt van. Valami vicces, mindjárt mesélek róla. Na, ezek a vinyók elvileg tök jók, 40-től, 30-tól, 80. Ez is 40. Szóval nagyon jó kis vinyók ezek, és akkor ezeket gondoltam, hogy majd én szépen fel fogom telepítgetni. Ezért szokásom a szíven, szépen hazavittem. És otthon nem bírtam telepíteni, mert az otthoni billentyűm az rossz. Erre a célra nem jó. Telepíteni ezeket a dolgokat ilyen-olyan módszerek miatt csak PS2 billentyűzettel lehet. Most ezzel nem tudok mit kezdeni, ez most ilyen. Hoztam telepítő pendrive-ot. Még ezt is fel kéne tenni valahol. Mindegy. Azzal a három számítógépnek nagyon jó kis sztoria van. Mert amikor megjött ez a három gép, én nem voltam itthon. És mindenképpen jönni akarta az adományozó. Ezért elvitettem őt, ezt a szettet, nem, mondjuk nem ezt fogom használni, hanem munka nagyot. Valahogy a nagyja könnyebb a telepítés. Ez még átalakító kell. De ebből rengeteg van. Szóval, onnan áthoztuk ide a az egyik ismerősömtől áthoztuk ide, és ennek az lett a vége, hogy megnéztem, hogy mi a helyzet. A három számítógépben el voltak cserélve a tápok, tehát ami az A-ba kellett, az a B-be volt, ami a B-be kellett, a C-be volt, és ugye fordítva, ugye a C-ből A-ba, és visszacseréltem őket, és érdekes, most működnek. Nem tudom, kinek volt az ötlete, hogy órajárásával megegyező, hogy ellentétes minden irányba, minden tápot áttegyen a következőbe, szóval ezt most így nem értettem. Mindegy, amúgy is vannak dolgok, amiket elég nehezen értek meg, például ez is egy ilyen. Mindegy, visszacseréltem a tápokat, és most újra működik. Na, szóval itt van egy tűrhetőnek is mondható alaplap.
Hát van vele baj bőven, de jó van az így. Arra sem emlékszem, hogy milyen chipsetű valami vacak. Na az a lényeg, hogy ezzel fogunk most telepíteni. További hátrányunk, hogy borzasztó meleg van. Ezt onnan nem látni, de valami borzasztó meleg van. És... úgy van betéve ez a rész. Nem bírom bedugni a kábelt. Valahogy csak megoldom, nem? Mindjárt áthozom a ventilátort ide. Itt van kint egy ventilátor, az látja el most a klíma feladatait, csak az ő elsődleges feladata az, hogy itt keringesse a levegőt az egész műhelybe. Ez nevetséges. Hát nem bírom berakni. Most nagyon jó. Hát még itt egy kisebb tévék is. Azokért se jön senki, szóval mondhatnám, nem az igazi. Ez egy Gain Wardos 6600-as, nem, 9008 GT. Az egészet azért kellett kivennem, mert úgy van megoldva itt az egész, hogy amíg ez bent van, én ne bírjam betenni a kábelt. Nem lehet kábelt kihúzni és bedugni, amíg benne van a videokártya. Hát, ti sem fogjátok találni, melyik gyártó, de lehet, hogy kitaláljátok. Kéne valami rádiót lehoznom. Az a bajom, hogy hoztam volna le rádiót, de az a baj, hogy a YouTube akkor nem engedi feltölteni, mert tele van zenével, és akkor azt ő így nem preferálja. Na, még mindig ott tartok, hogy egy vacak kábelt nem bírok bedugni az alaplapba. Kész, a végre. Most valamilyen nagyon csúnya hiba miatt bebírtam dugni, tehát magamra se ismerek, ilyen furcsa, mindegy. Vissza tudom tenni ezeket a készülékeket. Elvileg. Aztán majd meglátjuk, mi lesz ebből. Telepítő számítógépem. A telepítő számítógép azonban PS2-es billentyűzetre épül, és ezért nem lehet USB-s billentyűzetre telepíteni, mert nem. Tehát ilyenkor már nincsenek magyarázatok, logikus indokok, semmi. És azért nem lehet telepíteni, mert nem. És kész. Tehát hiába van USB-s billentyűzeted, az USB-s billentyűzetnek nem veszi a jelét addig, amíg az OS, tehát a rendszerbe nem töltött, és a rendszerbe már oda már lehet jelszót írni vele, de addig sehova senki. Úgyhogy eléggé csúnyán idegesítő ez a dolog. Majd szépen megyünk tovább. Na. Ide hoztam egy PS2-es billentyűt, PS2-es egeret. Abba a tudatba, hogy ebben nem lehet bedugni PS2-es egeret. Itt ennek olyan vége van ennek az alaplapnak, hogy csak USB-s egeret lehet bedugni, tehát a zöld karika azt hiányzik belőle. Igen, ez szándékos, tervezési dolog. Most direkt nem mondom a másik szót. Na, azonban van nekünk itt egy csodánk. Ezt nem tudom más szóval illetni, ez itt egy csoda. Ugyanis ez az egyik első barrakuda, amit gyártásban hoztak. Ez egy
30-as barokk udvar, nem biztos, hogy látjátok, mert most a fejemre koncentrál. Mindegy. Egy 30-as barokk udvar, egy ST3313A. Egy 30-as barokk udvar. Az a lényeg, hogy nekünk ez bőven elegendő, mert a rendszernek és a többi fájloknak 6-7 gigánál, 8-nál, 10-nél nagyon nem kell több. Tehát még így is rengeteg olyan... Most úgy néz ki, mintha a csavar nem akarna kijönni, és ha nem akar kijönni a csavar, akkor nem fogom tudni betenni egy... Kijött. Te egy gépbe se bírom betenni. De szerencsére kijött, azonban az a baj, hogy teljesen el van nyírva az ő menete, úgyhogy nem fogom tudni felhasználni arra a célra, hogy ő továbbiakban csavar legyen. Torz kulcsos csavar van benne. Érdemes utána, ez egy kicsit hasonlít a Imbusznak a hatszögletű kialakításához, de még meg van fejelve. Úgy néz ki nagyjából, mint a hatágú Dávid csillag, és onnan egy nagy kereszt irányú vájat is van benne, hogy a régi, sima, hagyományos csavarhúzóval is ki lehessen szedni valamennyire. És olyan nekem, hát azt hiszem még ez talán. Meg itt a szomszédban az építkezésről a flex, igen, az, ami ki tudom tekerni, de így ezen kívül már nagyon más dolgokkal nem. Nagyon rosszak ezek a csavarok, és még a menete is meg van dögölve. Az a bajom, hogy telepítés közben ezeket a csavarokat én nem tudom kiszedegetni belőle, mert amikor mozog a vinyó és dolgozik, akkor közben nem kéne így mozgatni, meg csavarokat kivenni belőle, meg berakni, mert már nem igazán tesz jót a forgó lemeznek, hogy közben a dobozát így mozgatják. Úgyhogy marra nehéz kivenni őket. És még mindig van egy, amit nem bírtam kivenni, mert hármat kivettem, de ez a negyedik nem fog kijönni, mert a merő ilyen. Nem tudom én. Nagyon nehezen kivettem a csavart. Nagyon jó. Betesszük a gáberre a vinyót, ezt a négy csavart, ezt gyorsan kidobjuk, mert egyszerűen hatástalan. Nem lehet vele dolgozni, mert ez a torz kulcsos vacak, ez tiszta nevetséges. Aztán van itt nekünk annyi kábel, mint a szemét, és akkor ebből egyiket mindjárt be is dugjuk. És a telepítő pendrive. Annyira azért új ez az eszköz, ez az alaplap, hogy telepítő pendrive-okat el tudjon fogadni, és akkor azokról ő majd bútol. Itt minden elsőre tesztelésre került, tehát a billentyű se volt még tesztelve, meg a monitor se. Egyedül az a gép az, ami volt tesztelve. Úgyhogy majd mindjárt meglátjuk, mennyire megy szépen, jól fújni. Sípot várunk. Na. Jé! Jött síp. Nagyon jó. Na. Kicsit már legyen törően. Na, a monitor működik, talán még egy kicsit sötét. Nem biztos, talán jobban látjátok. Igen. Így jobban látjátok. Érdekes, mi? Így meg nem. Na. Na, mindjárt kitalálom én ezt, hogy legyen. Na, úgyhogy a billentyűzet is jó, a monitor is jó. A számítógép az ugye tudtuk, hogy nem nagyon határtalanul gáz. Itt van egy ilyen vacak is, ezt így mögé rakom. Egész tűrhető képe van. Plusz-minusz egy pár százalék, de tényleg nem nagy. Na? Milyen? Marha jól látszik, mi? Az a baj, hogy ha ti látjátok, akkor megérdem. Na, mindegy, így is látni valamennyire.
Szóval az a bajom, hogy betettem most ezt a vinyót, de ő most ezt nem látja. Kicsit már billegne. Ez miért van ide ragasztva? Hú, ez elég gáz volt. Ilyen van az aljára ragasztva. Nem igazán jutottam. Mondom, vannak dolgok, amiket nem igazán értek. Ezt ki kéne kapcsolni, hogy ne legyen sata. De ha van sata, akkor nincs ide. Ha meg van, akkor... Most meg kell keresnem azt a részt, ahol az ide sata átváltó van. DRAM, LC. Valamilyen nem találom. Port 1, az minek? Ez minek? Hang. Front panel típus milyen, SPDF milyen. Pedig itt van. Onboard data van. USB van. Az a bajom, hogy most be van kapcsolva az ide vinyó, és így se látja. Ez meg így már nem jó. Ez azért nem jó, mert hogyha tényleg nem jó a vinyó, akkor nem lehet rá telepíteni. De én nem tudom. Amíg nem látja a BIOS, addig ez nem fog működni. Express Gate. Ez mi? Ez az Express Gate, hát meg lehet itt őrülni. Ajnát 2, jó. Post-it lesz van. Na, most megpróbálom újraindítani, és akkor kivesszük a pendrive-on. És így elvileg látni fogjuk a vinyót. Ha nem látjuk a vinyót, akkor itt nagyobb a baj, mint gondoltam. Ez így ennyi? Azt hiszem ez így ennyi volt, köszönjük. Újra se lehet indítani. Kész. Nem baj, van nekünk ilyen tápkapcsoló. Azt majd mindjárt. Addig nem vagyunk előrébb vagy hátrébb. Amíg a vinyót nem látom, addig sehol semmi. Tiszta dzsúva az egész. Na. Ez most így nem segít semmit, mert itt kéne egy lista legyen, hogy milyen vinyók vannak benne. Ez most így idegesítő, mert nem bírom bekapcsolni rajta az ide sínt. Ott a csávó. ROM. LCC, de hát az nincs benne. Ez így elég gáz. Valamiért nem látja, mint a be se lenne dugva. Pedig bizony, hogy be van dugva.
Ez így gáz. Be is van kapcsolva. Itt van. Ez mi? Nos, látja. De az előbb nem látta. De én ezt nem értem. Fú, de idegesítő ez a vacak. Ezt a... Visszadugom a pendrive-ot. Most valamiért látta. Az előbb meg valamiért nem. Nem szeretem. De hát ez a... Ez újraindítás. De az egeret majd mindjárt bedugom, mert az USB-s egeret bármikor be lehet dugni. A PS2-es egeret csak leállított számítógéppel lehet, úgyhogy azt most hagyjuk. Ebben úgyse lehet bedugni semmi ilyesmit. Na, közben elindult a telepítő. Előveszünk egy egért. Valami, látszak egért. Ú, ez nagyon retkes. Mondjuk ezt mindegy, teljesen mindegy. Na, szóval... Jó a golyós egér, hogy alul ilyen golyója van, mert itt olyan csúvás a felület, hogy át tud rajta így menni, mint egy terepjáró. A hülye hangzik, de azért jó az úgy. Na! Elindul a telepítő nagy nehezen. Szóval, hello, Stók, én vagyok a hatlábú farkas, ezt nevileg látjátok, ez itt a 120. műhely, és folyamatosan megy a ingyen számítógépek javítása, illetve osztása, abban az esetben, hogyha vannak felajánlások, ugye, mint most itt a jelenlegi helyzetben, kaptunk felajánlást, 3 számítógép formájában, és ezeket kiavítgatva, alkatrészeiket összecserélgetve, így ismét működnek a készülékek. Még a telepítéssel el vagyok maradva, de azt villámgyorsan meg fogom oldani, mert innentől már nem olyan nagy ügy. Tehát ez egy relatív gyors számítógép, és a relatív gyors számítógépen a telepítés gyorsabb. Utána a vinyót. Most a teljes folyamatot elmondom, jó, hogy ezt értsétek. Tehát az összes vinyót, amit idehoztam, azt most ezen főtelepítem, az az üres telepítés. Jó? Amikor ez megvan, az összes vinyót, ami itt van, hazaviszem, és feltöltöm játékkal, programokkal, minden olyan dologgal, amiről múltkor volt ez a szavazás, hogy mi legyen rajta. Mondjuk nem a Hungarinál kéne keresni a nyelvet, hanem a magyarnál, és hamarabb megtalálnám, igen. Szóval úgy van, hogy hazaviszem ezeket a vinyókat, feltöltöm játékkal, utána majd megint visszahozom, beteszem ezekbe a gépekbe, és elvileg azonnal működik, ráadásul jól. Természetesen itt majd ezeket ki kell majd tesztelni, ki kell próbálni, de ezekkel nem nagyon szokott hiba lenni. De ami igazán hiba szokott lenni, az a memória. Elég gatya, nagyon kevés memóriám van. És hát a többi felajánlott anyag, úgyhogy... Az ideális helyzet az az, hogy 3 számítógépet ki fog tudni osztani. De ez akkor lesz igaz, hogyha... ugye lesz család is. A számítógépekkel általában hamarabb végzek, mint ahogy családot találok nekik. Hát ez kicsit gáz, de hát már megoldom. Jaj, de szép te... Mindegy. Szerencsére itt már nem kell nézni, mi van rajta, mert gatya az egész. Most formázom le, hogy megfelelő legyen majd, amikor telepítünk. Na, 28.0 GB áll rendelkezésre. A 30-as vinyón, mert a Nem jó. Nem jó. Nem jó.
inkább úgy csinálom, meg, hogy egyetlen gigát veszek el a végén cserehelynek, ugye ez a swap, egyesek szerint memória turbo, mindegy. Szóval a swap területnek egyetlen gigát veszek el a 30-ból. Az így is elég gatya, elég kevés, de jó van az. És akkor ide, megmaradt 29 GB-ra, ide pedig az egészet felhasználjuk. Tehát nem úgy van, hogy telepítek egy 30 gigás helyet, egy 30 gigás vinyóra, mert a végéről egy kicsi swap-et le kell csípni, és amikor nagyon kevés a helyed, mert mondjuk csak 30 gigát van, akkor a swap-nek is egy kicsit össze kell menni. Úgyse fogja agyon használni azt a swap-et, tehát 1 gigát nem fog rátenni a swap-re. Mert látja, hogy 1 giga, akkor ilyen fél, 3-4 között fog majd valahol mozogni. Ugyanígy működik akkor is, hogyha fél gigát hagysz meg, akkor is ilyen pici swap lesz. Ennek a teljesítmény issza meg majd a levét. Majd ezt érdemes kicsit be jobban belőni. Jó, tudom, ezzel nem lövünk nyulat, de legyen már megcsinálva rendesen. Úgyhogy a monitor jól vizsgázott, van hozzá automat. Jó. Na. Csúnya hiba, igen. A háttér full hófehérnek kéne lennie. Így, és akkor szabad benyomni az automatát, ugyanis, hogyha fekete a háttér és automatát nyomsz, a sima feketére azt hiszi, ott nincs jel. És kihúzza a francba. Úgyhogy a teljesen fehér háttérnél érdemes az automatát benyomni. Itt van egyéb lehetőség, hogy fényerő, meg tudom én, kontraszt, meg pozíciók, meg ez még a régi LCD, tehát itt a sorok, a oszlopok, meg a folyamatosságok, meg időzítések, órák, hőmérséklet, Kelvinbe vagy mi a francba, csomó mindent lehet itt vele csinálni, úgyhogy van mit bugyurkászni rajta. Azt például nem tudom, hogy mekkora felbontású, gondolom nem túl nagy. ...1024x768-at tud a csávó, de szép a képe, tehát nem homályos, nem csúnya, egész tűrhető. Ilyenkor a billentyűzet tesztje is van, amikor beírom a felhasználó nevet. Megy a telepítés. Nem tűnik rossznak. Nem. Egész jónak tűnik. Ez egy AVW valamiféle monitor, LCD. És régebben ez hatalmas érték lehetett. Egy 1024x768-as monitor, ami én nem viccelettem, fél kiló az egész. Olyan könnyű, feldobod, az a megebédelsz, mire lejön. Tisztelem egységes. Úgyhogy de jó. Az egész videó így fog telni, hogy itt üdögélek egy számítógép előtt, beszélek, aki valamiféle változást vár, az ne várja. Az ne várja, mert az most nem lesz. Van vagy 5-6 vinyóm, mind az 5-6 vinyót föltelepítem, és ha föl lesz telepítve, akkor kész van. Akkor ismét összeszedem egy ilyen idétlen nylonszatyorba, hazaviszem, és folytatódik a munka. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy hányan vagyunk, akik ezt csináljuk, és elvileg látjátok a videóban. Tehát azok, akik ezt csinálják, azok mindig itt vannak a videóban. Ez egy ilyen zöld tea, elvileg látjátok még a színén is. Egyébként kiöntöm egy fehér, egy átlátszó poharból kicsit sárgásabb, de
Higgyétek el, ez őt, van rajta hang, ami azért gáz, mert nincs hang, amit le tudok játszani, de a monitoron van hang szóró, úgyhogy elvileg én hallanék hangot. Csak az meg kéne valami, ami lejátsza a hangot, az meg most itt nincs. Az alaplap pontossága és minősége nagyon sokszor tetten érhető azon, hogy amikor nincs is bedugva mikrofon, ő már így csinál, hogy mintha bele lenne dugva. Ez a mikrofonnak és a saját belső hangkártyájának a koszossága, igénytelensége és saját zaj. Tehát a számítógép jelzi, hogy valaki mintha beszélne a mikrofonba, be sincs dugva mikrofon, és már mozog a jelszint mérő, akkor a zajt generál önmagától az eszköz. Szóval nem véletlenül van itt ez az alaplap, ha értitek, mire gondolok. Na, nem fogok tudni lejátszani semmiféle hangot, mert nekem az itt most nincs. Ilyen teszt hang, meg próba hang, ezek marhára nem tudom, hol kéne legyenek, és szerintem nincs benne ilyen, hogy próba hang. Ez az XFCE. És a másik rendszerekben van olyan, hogy próba hang, ebben az XFCE-ben nincsen, mert az is csak foglalja a helyet. Amikor ezt megcsinálták, akkor nagyon odafigyeltek arra, hogy pici helyet foglaljon, hogy tudjon legalább levegőt venni az a lassú vacakgép, amire majd ez rá lesz telepítve. Ne felejtsük már el, hogy ez nagyon lassú vacakokra lesz rátéve, nem olyan rakétákra. És itt minden egyes ilyen dolgot azonnal megvétóztak, hogy kivágták, mint a rossz helyen növő fákat. Itt ilyen, hogy próba hang, ezt felejtsd el, tehát nincs. Pláne sztereóba, hogy ki tud próbálni, hogy jobb, tehát nem. Úgyhogy ezek egyből repültek, és csak tényleg a legfontosabbak kerültek bele a telepítő lemezre történő kiválasztásra. Hát a többi úgy nem. Ha volna annyi eszem, akkor lenne nálam egy másik pendrive, amin volna egy zene, hang, valami, akármi, ezt bedugnám, és akkor le tudnám játszani, de ennyi eszem azért nincsen. Úgyhogy ez most egy kicsit gatya. Meg ráadásul a mobiltelefon az, ami most felveszi ezt az egész videót, és amikor felveszi a videót, akkor nem tudok vele zenéket lejátszani. De hát ezt megoldom később. Én nekem tetszik ez a monitor, mert jó kicsi felbontása, meg minden, de nagyon könnyű és tiszta, szép, egyszerű a képe. Hát a hang. Hát majd lesz, majd kipróbálom. Nagyon érdekes, itt a műhelyben találkozom olyan no-name eszközökkel, hogy nincsen valami nagy neve, és meglepően jó minőségű, és ugye fordítva. Hogy a nagy nevű eszközöket, én meglátom itt, és tudom, hogy az gatya. Az nem fog működni, annak valami baja lesz. Az olyan szinten rossz lesz, hogy akkor húzzák a fogát. Tehát nagyon gatya. Itt a piroson látjuk, hogy itt már megy a töltés, csak várni kell. Az a baja ennek az alaplapnak, meg ennek az egész rendszernek, ami itt van, hogy csak SATA. Tehát, hogyha ő neki idéről kell betöltenie, akkor ilyen átkerülő, megkerülő, mögötte elmenős ilyen betöltési módszereket választ, és nincsen neki egy direkt betöltő folyosója, hogy így fogalmazzak, és ez így elég gáz. De hát gyártó, ugye? A gyártó arra fókuszál, hogy a SATA menjen szépen, és hogyha a felhasználónak tényleg valami baja van, és rá kell kötni egy idés vinyót, hát valahogy majd lesz. Ezt látjuk most. Ez egy nagyon erős gépnek kéne. Ennek a gépnek egy erős gépnek kéne lennie, és azért van bele baj bőven. Van. De így marad.
ilyen lesz, aztán majd alakul, nem? Na, úgyhogy a telepítés kész van, igaz, hogy üres, meg nincs benne semmi olyan, ami nekünk kéne, de már föl van telepítve, már valamennyire használható. Az első indítást mindenképpen meg akarom csinálni, mert akkor pakolja ki itt a dolgait, hogy amikor én majd otthon elindítom, akkor ne akkor kezdje kipakolgatni a dolgait, hanem akkor már legyen félkész legalább, legalább ennyi előnyöm legyen. És világos kék. Jó az. Menük, ikonok, hogy legyenek innen a kuka, vagy a fájrendszer, vagy mit tudom én, tehát hogy ezek legyenek ki, legyen egyéni betűméretű, úgyis a felhasználó fogja eldönteni, majd lesz az valahogy, nem akarok mindent is beállítani. Majd, idővel, meg be kell állítani még a tükröket is, és a tükrökről letölteni, és ja, itt a műhelyben nincs internet. Jaj, nehogy kitalált már, hogy én itt fölmegyek egy netre, hatalmas sávszélességgel, és felfrissítem a telepítést, hogy kész legyen, azt felejtsd el. Tehát gatya az egész. Jó, hát a tükör az majd lesz. Az még nincs beállítva. A nyelveknél talán be tudom állítani, hogy magyar legyen. És a magyar nyelvet majd le kell rátölteni. Kész. Jó, tehát egy vinyóval kész is vagyok. Úgyhogy szépen leállítás. Kap egy pipát, ugye vannak ilyen jelzések, hogy ez kész van. Aztán jött a második vinyó. Nehogy azt hitt, hogy megúsztam. Mind az öt vinyót szépen föl kell telepítsem. És amikor majd föl van telepítve minden vinyó, az lesz, amit mondtam, fogom azt, megyek haza. És otthon mindet föl kell majd frissítsem. Na, melyik vinyó legyen a következő? Legyen mondjuk... Ja, arra sincsen egyébként semmi garancia, hogy minden vinyó működik. Tehát bizony lesznek olyan vinyók, mondjuk ilyen Max Store, vagy Western digitálos vackók, ezeket eleve úgy kapjuk meg, hogy ilyen K betű van rajta. A K betű egyes emberek szerint a kérdéses. Valaki kérdőjelet ad rá. Van, amikor működik, azt van, amikor meg nem. Ezt nem fogom tudni, működik-e vagy sem. Vannak ilyen ellenőrző programok, hogy leellenőrizik a készülék, jól működik-e, vagy se, nem, vagy mi van, élsz-e, vagy halsz, vagy akarsz működni még idén, vagy nem erőltetett túl. Tehát van egy csomó ilyen lehetőség hozzá. Na mindjárt. Ennyi időt várunk. Tiszta nevetséges. Hozdulj már meg! Ez a mögé kerülős, nem tudok idéről betölteni szenvedés, hát ez valami embertelen. Mindegy, működik. Na, a pici 30-as vinyónk, tiszta nevetséges, nem? Hát ekkora, hogy 30 giga a mobiltelefonba kevés 2020-kor, hogy 32 giga. Ez egy 30-as vinyó, olyan nehéz, mint a dög. És ezt egy microSD kártyán olyan 6000 forintért árulják. Az elég gáz, nem? Ja, és azok gyorsabbak, mint ez. Ez fájt. Na szóval erre a csávóra ráírjuk, hogy... Na mindjárt. Azt kéne elindítani, ez legalább haladjon valamennyire. De legalább egy ellenőrzés fusson le. Na szóval, ez egy 40-es vinyó, és a 40-es vinyó félbe van vágva, 20 gigánál, ilyen kerítéssel, hogy kettő felé. Nagyon beteg. Minden. Ez mi? Halló! Indulj már! Ha az alapvető teszt nem megy végig, hibát ír ki, alapvetően egy kérdőjellel kell kezdeni a dolgot. Tehát ez nem megbízható vinyó. A szigeteknél ilyet nem kell csinálnom. Na,
ide ráírjuk, hogy XFCE 32-es, ez marra fontos egyébként, mert a 64-es rendszerekből ugye 64-es teszünk, és egy pipa. Az egy pipa az azt jelenti, hogy maga a rendszer telepítve van. Kész. Semmi más nincs telepítve, csak a rendszer. Na, elvileg láttátok ti is egy hatalmas error, hiba üzenet jelent meg, és ez azt jelenti, hogy a csávó nem megbízható, nem bírja megcsinálni a saját öntesztjét, mert hibás, valami gáz van, valami daljár van. 27 bát szektor van rajta, elvileg. Öha. 2850-szer volt eddig bekapcsolva, és abból egy hónapot, 12 napot ment, ez így összes másodperc. 27 bát szektor, ez így elég gáz. Mit kerestem még? Ott a verés hol van? Spin, bar, spin, runout cancel, pending, RCC. Azt írja, hogy ő már most 42 fokos. 15-20. Nem is langyos. Na mi van itt még? 7225-ször volt eddig betöltve, kitöltve. 2810-szer kapcsolták be. Az a bajom, hogy odacsapás mérő nincs is benne. Az odacsapás mérő az megméri, hogy hány G volt a legnagyobb, amivel földhöz vágták. És hogyha oda van írva, hogy 20, ez így elég gáz. Mindegy, megkíséreljük a telepítést, azt lesz, ami lesz. Egyetlen kísérletet kap, tehát nem fog kapni több esélyt, egyetlen egy esélyt kap, és kb. Ennyi, nem fog itt vacakolni vele túlzottan. Ha nem lehet telepíteni, ott marad, kap egy piros kérdőjelet, azt utána kuka. Tehát nem érdemes ilyenekkel szenvedni. Ha föl lehet telepíteni, akkor még valamennyire jó. Ha nem lehet föltelepíteni, kuka. Mekkora légy. Ilyen büdös vagyok. Nem. Na szóval az a helyzet, hogy a csávó nem tud Na! Az a baj, mert azt írja, hogy 8000 megabájt, ami most rejleg rajta van, tehát nem tűnik olyan soknak. Mindegy. Valami baja van. Valami marha nagy baja van. Nem látja. Nem látja. És ez így nem jó. Ha nem fogom tudni telepíteni se, tehát a telepítést elindítani se fogom tudni, az úgy nagyon gáz lesz. Fú, bakker. Na.
Nem tudom. De azért megadom neki a lehetőséget, ha működik, akkor működik. Na, végre. De csak nem jó. Nem tudom törölni. A partíciókat, amikor létrehozom, nem lehet módosítani őket, mintha a módosítás elszállt volna benne, vagy ilyesmi. Nem tudom, valamiért nem akarja. Nem tudom törölni. Nem bírom törölni. Ezt titeket valószínűleg marhára nem érdekel, úgyhogy már így is 50 perce itt ültök, úgyhogy... Köszi, hogy itt voltatok, én még ezzel elszenvedek egy darabig. Ha nem nagyon megy, akkor hagyom a francba, csinálom a többit. De ha megy, akkor egy családnak lesz a vinyója, mert a partíció módosításánál dobja vissza a hibát, a többinél nem. Úgyhogy ha ügyesen megcsinálom a partíciót, akkor elvileg tök jól fog működni, annak ellenére, hogy csak a nyaka véres. De hát majd nem, majd megoldjuk. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és majd legközelebb is. Tartsatok velem, hogyha szeretnétek.